Üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal Chips Challenge nevű játékot szeretném megmutatni, ami a Steamen 2 euróért elvihető. A játékkal kapcsolatban 185 értékelés érkezett, és ezeknek 90%-a pozitív, tehát ez is remek játék. A mai alkalommal az első részt szeretném bemutatni, van ennek egy második része is. Ez már egy kicsit drágább, ez 5 euróba kerül, ha éppen nincsen akció, most egy nyári akció van, tehát minden fél áron van. Viszont szeretném megemlíteni azt is, hogy ez a játék, az első és a második rész tartalma egy csomagnak, amelyhez még egy pályaszerkesztő programot is adnak, és ennek az ára pontosan ugyanannyi, mint a második részé, 5 euró, tehát hogyha nagyon szimpatikusnak tűnik ez a játék, akkor érdemes ebbe az 5 eurós csomagba befektetni a pénzt. Második résszel kapcsolatban is 92%-os a pozitív értékelések aránya. Ez a játék egy ilyen retro, felülnézetes, ilyen doboztolagatós, meg mindenféle játékelemet tartalmazó logikai játék. Az első rész az 144 pályát tartalmaz, és a második részhez további 200 pályát ad hozzá. Tehát remek-remek kikapcsolódást tud ez jelenteni, ideális például utazásokhoz, a laptopon, vagy például ilyen tanulás mellé, hogyha kikapcsolódásra vágyik az ember, de nem akar belemerülni valami komolyabb játékba. Ez is egy kicsit azért meg tudja mozgatni az agyat, és el tudja terelni a figyelmet a szenvedésről. Tehát egy remek játék, és akkor most, ha minden jól megy, meg is mutatom, hogy milyen. Tehát itt vagyunk a játéknak az úgynevezett főmenüjében. Egészen jó a zene. Hát egére most igazából nincs is szükség, ez ilyen ablakos verzióban fog működni, tehát sajnos valamilyen nincs teljes képernyős mód, úgyhogy Enter-t nyomok. Itt van ilyen kis történet, amit most átskippelek, és akkor jön a tutorial pálya. Hát igazából csak a WASD gombokra van szükség, és a téma az, hogy össze kell gyűjtögetni ezeket a csippeket, meg a kulcsokat. Nagyon kis hangulatos karakter van, neki lehet menni a falnak. Megpróbálja eltolni, de nem sikerül. Kell még a kulcs. Bal oldalt láthatók a kulcsok, hogy milyenek vannak. Jobb oldalt pedig majd a lábbelik. Na, és mennyire beszélek, a pályák azok időre mennek. És ott látható még a jobb alsó sarokban, hogy hány csippet kell összegyűjteni. Információs doboz is van itt. És végül el kell jutni ide az örvénybe. És akkor lehet menni a következő pályára, furák a hangok. Itt például át lehet menni a vizen. Ezeket lehet tologatni. És hogyha ezt a kockát rátoltam a vízre, akkor utána ki lehet ásni a sarat. És így lehet átjutni ezen az akadályon, itt is vannak csippek, felszedem őket, hangyák ellenfelek. És ez volt a második pálya. Megállíthatatlan török erőre. Na itt vannak a lábbelik. Tehát most például, hogy fel akarnám venni azt a csippet, akkor a jégen nem tudok rendesen közlekedni, mert mindig csúszkálok. Hogyha a vízbe megyek, akkor megfulladok. Tűzbe megyek, akkor elégek, ups. Úgyhogy fel lehet venni ezt a lábbelit, ez az ilyen uszony. Azzal szépen lehet közlekedni a vízben. Itt van egy másik fajta cipő, ez ilyen szegecses talpú. Ez lehetővé teszi, hogy sétáljak itt a jégen. Itt van ez a talaj, ami ilyen gyorsan mozog. Az pedig ez a villámcipő kell ott. A tüzes cipőt azt felvettem, ez ilyen tűzoltó cipő. Az lehetővé teszi, hogy a tábortüzeken átkeljek. És most, hogy megvan ez a zöld villámos tapadós cipő, most már ezt az utolsó csippet is fel tudom szedni. És szépen körbe menve itt, el lehet jutni a kijárathoz. Na. Még szintet is értem, vagy léptem. Itt van a következő pálya, ez már egy kicsit összetettebb. Vannak itt ilyen tankok, ezeket ilyen gomnyomással lehet mozgatni. Összeszedem itt a csippeket. Rengeteg sok játékelemet tartalmaz. Nagyon kis az a nyári játék ez. Vagy hát igazából nincs szezonja.
bármikor lehet játszani, remek tanuláshoz, tehát így nem nagyon terheli meg az agyat, és mégis ilyen kikapcsolós hangulata van. Remekül el lehet vonatkoztatni vele a tanulástól. Nulla. Hát jó, ezt megmutatom, hát nem. Itt a középső kockánál itt van egy tábortűz alatt, tehát ilyen szennyóság, de most nem akarom húzni ezzel az időt. De elég vicces volt, párszor. Na, következő pálya. Vannak ilyen újfajta ellenségek. Ez meggátolja, hogy eljussak a... kockához. Enyé! Na. Tehát azzal a piros gombbal ki lehet kapcsolni ezt a kockavetőt. Piros kulcs. És akkor itt fel. Itt vannak ilyen bombák, hát... Na, most igazából nem tudom, hogy ez most itt mi. Hát, így is jó. És akkor kinyitotta az ajtót. Na, új achievement. Először jutottam el ezzel a karakterrel. Az 5. levelig. Egyébként lehet a bal felső sarokba pályákat választani. Most jön a 6. pálya. Másik karakterem már eljutottam ide. Vannak ilyen szenyóságok itt. Zsákutca. Érdekes, itt be lehet jutni. Nem már. És komolyan. 4 darab chipet kell ezen a pályán összeszedni. Itt nem voltam. Ah, itt volt itt ilyen lehetőség bejutni. Szóval, hogy néztem el? És akkor most már megvannak a chippes készletek, és lehet menni a kijárathoz. Na igen, itt van még egy újabb játékrem, ez a bandita, ez elveszi a nálam lévő cuccokat. Itt van ilyen teleport. Teleport vacak is. Most itt nincs nálam semmi, úgyhogy nem tudod mit elvenni. Itt a tüzes cipőt tudom megszerezni. Ez egy újabb chiphez vezet. Nagyszerű. Akkor most jöjjön a... vizes cipő. Így. És megvan az összes chip. Akkor lehet menni a kijárathoz. Ez itt egy fal. Az bizony. Ez volt ez a pálya. Hát igen, ez ilyen ellenfél, aki megpróbál elkapni, rajzfilmekből ismerhető fogsor. Nem igazán nagy ellenfél, nem túl gyors. Sem most túl okos, nem kerüli meg. Ennyi volt ez a pálya. Nézzünk még egyet. Ez, ha jól emlékszem, ez már egy kicsit szenvedősebb pálya. Itt nagyon könnyű meghalni, mert mindjárt mutatom. És el is csesztem. Itt mind a... vagy hát... ja, még nem csesztem el. Na, nagyszerű. Szépen mind a 4 kockára szükség van, hogy ezeket a... vizeket itt be tudjam... sarazni. Könnyű egyébként elcseszni, tehát... betolom véletlenül a sarokba ezt a követ, akkor... mondtam, kezdve nincs visszaút. Hát igen, ez csak a jégmentes területeken tudok megállni. Ellenkező esetben belecsapódok a tűzbe. És akkor halál. Na,
ennyi volt, ez jeges cucc, hogyha itt nem a megfelelő irányba mentem volna, akkor tűzbe csapottam volna. És akkor nincs nálam kulcs. Itt a kék. Itt váltogatni kell folyamatosan az ajtókat, most megint sárgára. Négy. Még egyet. Nagyon hosszú ez a pálya, és még távolról sem értem a végére. És az a durva, hogy tehát a nehéz része az még csak ezután következik, és ha ott elcseszem, akkor az elég idegesítő tud lenni. Például itt is el lehetett volna cseszni, hogy neki megyek. Na igen, itt a hangyák. Ez már egy fokozottan nehéz részek tűnik. Teljesen kiszámíthatatlanul mozognak. És most jön az igazán szívó rész. Így. Na, akkor most jön igazából a szívó rész, ez a kockatologatós rész itt. Így. Jó, ezekre a kockákra mind szükség van, ugyanis rá kell tolni a bombákra. Nem tudom, amikor először játszottam ezzel, akkor itt most pont nem voltam igazából képben, és rengeteget szívtam vele. Hogyha itt egyik kockát véletlenül rossz helyre tolom, akkor az egészet kezdhetem előről, ezt a rohadtozó pályát. Kell egy chip. Azt én betolhatom oda? Persze, hogy be. Na és most mehetek a kijárathoz, hát még azt hiszem mindig nincs vége a szenvedésnek, tehát a kijárat az erre van, és itt még van valami kis kihívás. Történik. Ja, igen, hát... Na. Ez volt ez a pálya. Hol tart a felvétel? Gyorsan megnézem. 10 perc. Akkor még mehet tovább. Nézzünk még egy pályát. Itt még. Na, én se jártam. Öt másodpercen van még. Nincs itt semmi izgalom. Csak keresgélni kell, de hát... És nem tudom, hogy mit. Hát arra még lehet, nem, ez már sarka a térképnek. Hol van itt az út? Baszki, és volt itt egy pók. Vagy hangya, vagy akármi. És jó lenne azt tudni, hogy az a hangya az tényleg célirányosan követ-e engem, vagy nem. Kicsit meglepődtem, hogy semmiből megjelent. Hol van itt az út? Megint! De honnan jött ez? Jöttem, merre kell itt menni hatékonyan? Erre most. Nézzünk erre. Mi van? Itt a hangya. Szerencsére nem követő hangya, ez csak... egy... megszabott irányt megy. Végig. Most azért kicsit örülök neki, hogy nem egy ilyen fogsorral kell harcolni, mint az előző pályákon. Ó, itt a kiállat, mit kell csinálni? Akkor menjek tovább erre. Ez egy zsák utca. Hanyja most megint eltűnt, fogalmam sincs hol van. Ott a kiárat. Ez is zsák utca. Egy kell megközelíteni, ott lent kell valamerről. Akkor lehet, hogy itt fent meg kell kerülni ezt az egészet. Itt a sekhangya. A cirká. Ez is zsák utca. Tartok tőle, hogy az a helyes út, ahol a hangya van. Tehát, hogy én most szembe jönne, akkor hirtelen nem tudnék mit csinálni vele. Hát lehet, hogy erre. Out of time, nagyszerű. Na, itt van egy kis vágás, mert majdnem 5 percig keresgéltem a kijáratot, de most folytatom.
Na, megtaláltam a kiáratot. Nagyjából. Hát itt erre kell menni. És egyébként az egy jó stratégia lett volna, hogy követik el a pókot, vagy a hangyát. A hangya az szépen végigvezet az akadályokon. Ott fent kell elmenni. Így, né? Ez szörnyű idegesítő pálya volt sajnos. Nagyon-nagyon sikerült elvesznem benne. Ez is amok itt lent. Megint zsákutca beszarok. Hát hihetetlen, ez a pálya egy szar. Mindjárt elfogy megint az időm. Körbe-vissza az összes részen. Ez is zsákutca. És itt van a vége. 1-0, és megint a cél előtt. Na most már tényleg megvan a pályának a tervrajz a fejben. Egyből a jó utat fogom választani, mert hihetetlen, nagyon szopás ez a pálya. Itt fent kell menni szerintem. Nem, itt lent. Vagy még jobb, itt fent. Hát, ez hihetetlen. Hát, keményen, nem tudom, legalább 5 percig tartottam, még rájöttem, hogy itt mi van. 5 percig, de hogy is legalább, nem tudom, 6 percig. Nagyon-nagyon elcsavart ez a labirintus. Természetesen itt az első, és itt fent. Hú, ez egy szarpálya volt. Na, tehát itt van ez már egy fokozottan nehéz pálya. De én ezt már meghagyom igazából az érdeklődők számára, ezt már nem mutatom be. 300 másodperc van a pálya teljesítésére, tehát valószínűleg ez egy hosszabb pálya, úgyhogy itt el is búcsúzok. Még valamit lehet, hogy megmutatok. Itt vagyunk most a Chips Challenge második részében. Itt is vannak ilyen sztorik, meg mindenféle szöveg, és akkor itt is lehet játszani, ugyanúgy, mint az előző részben. Viszont amit meg szeretnénk mutatni, az itt van a level editor. Itt egy szép nagy pályát lehet látni, és itt jobb oldalt vannak mindenféle kis elhelyezhető dolgok, amelyeket szépen lehet rakosgatni itt a térképen, és akkor itt mindenki kedvére építgethet ilyen pályát, rakok be egy hangyát is. És hogyha a pálya elkészült, akkor teszt, és akkor szépen lehet itt menekülni a fogsor elől. Na hát, ez lett volna a Chips Challenge nevű játék. Első és második része, valamint az editor. Szerintem 5 euróért érdemes megvenni mind a három programot. Remek, remek, remekről el lehet vele szórakozni mindenféle lájtos körülmények között. Olyan tengerparton, egy laptopon játszva is tökéletesen alkalmas. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni, vagy adni neki egy esélyt. Na, ennyit szerettem volna mutatni. Remélem tetszett. Most viszont köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!